Sziasztok, én Dezsebenc vagyok, és elkezdtünk a legújabb videómhoz, amiben egy sztorit fog nektek elmesélni. Ne haragudjatok, hogyha megy a mosógépem. Mosógép vagy mosogatógép? Mosogatógép. Ez a mosogatógép az edényeket, tányérokat, villákat, mindeneket mossa el éppen. És ezt hallhatjátok egyébként. Szóval ebben a videóban egy sztorit fogunk nektek elmesélni, ha még nem láttátok volna az ezelőtti videómat, az ott lesz a leírásban, itt való meg fog jelenni, az outro-ban és a csatornán is megtaláljátok. Abban a videóban, mi volt abban a videóban? Elmeséltem, hogy miért költöztünk szét a Budapest lakásba, és miért lakik mindenki már külön. Ha kíváncsiak vagytok rá, nem maradjatok le, ott lesz a leírásban, meg tudjátok nézni. Szóval, ez a sztori. A cibben már gondolom tudjátok, hogy miről van szó. Meglátogattak minket a rendőrök, még a Budapest lakásban. És ez egy olyan sztori, és egy olyan estének voltunk a szemtanúi, per részvevői, amit gondoltam elmesélek nektek, mert tényleg ezt nem lehet szó nélkül hagyni. Ezt a videót már felvettük aznap éjszaka, vagy másnap éjszaka, viszont nem tetszik nekem az a videó, szerintem nem lett olyan jó, szóval nem is rakom azt ki, hanem újra leforgatjuk. Szóval az egész egy hambas éjszakán kezdődött. Amikor zenét hallgattunk otthon, Szabolcs nem volt otthon, csak én, Dominik és a barátunk Máté. Otthon voltunk hárman és a szokásos baromkodás ment, hallgattuk a zenét, a szomszédok még csak nem is jöttek. Ugye tudjuk, hogy a szomszédokkal nekünk volt afférunk, folyamatosan jöttek fel, hogy imádjuk a fiatalok életét, viszont egy kicsit vegyük vissza a hangerőt, mert vannak lent kiskorúak is, ilyen nagyon kis babák, és hogy ők folyamatosan felkelnek az éjszaka közepén, és ezt ők nem szeretik. Mi ezt tiszteletben tartottuk, és azt hiszem, hogy a hatodik szólás után már nem is hallgattuk hangosan a zenét. Szóval egy borús éjszakának voltunk, egy hambas éjszakának a szemtanúi, résztvevői, ott voltunk, nagyon éreztük magunkat, hülyéskedtünk, a zene azt szólt viszont nem olyan hangosan, és egyszer csak kopogtak az ajtón, köszönöm a hangeffektet, kopogtak az ajtón. Na ugye ilyenkor mire gondol az, aki több sráccal, aki eljött, és már voltak a szomszédok náluk, csendháborítás miatt, nem jelentettek fel, csak említették, hogy nagyon hangosak vagyunk. Nos, úgy voltunk vele, hogy na most kivegyünk és megmondjuk a magunkért, mert tényleg nem volt annyira hangos a zene. A Dominiknak van egy, illetve volt egy műanyag kispisztolya, és ő ezt a kezébe fogta, előrántotta, nem is a kezébe volt, az asztalon elkapta, és azt mondta, hogy na most ő megmondja a magáit, figyeljetek, kimegyek a műanyag pisztollyal. Az a műanyag pisztoly egyébként gumi, nem gumi, műanyag lövedékeket lő ki, eléggé fájdalmas, ha eltalál, viszont egyáltalán nem tesz a testedben kárt. Elindult a folyosón, tudjátok, ez a nagyon menő, éppen nem dübörgött a zene, és szikráztak az ajtók, és én követtem őt. A Máté az ott maradt a szobában, a középső szobában, tudjátok. És lerakta az ajtó mellett a tükörhöz, a tükörnél van egy ilyen kis polc, oda lerakta a fegyvert, és szépen illedelmesen kinyitotta az ajtót, várva az ordiválást, hogy miért vagyunk megint hangosak. Nem. Szóval, hogy nem a néni állt az ajtóban, hanem egy nagyon nagy rendőr. Tényleg, tehát ez a két ajtós szekrényféle. És hogy bemutatkozott szépen, és mondta, hogy hát ő bejönne. És mondtuk, hogy hát, ez nagyon jó. Az helyzet, hogy nem voltunk vele tisztában, hogy ilyenkor mit lehet, mit nem, kell-e házkutatási parancs, habár a filmben nagyon sokszor láttuk, hogy házkutatási parancs nélkül nem mehetnek be a lakásba, és ez egyébként így is van. De mondtuk, hogy nyugodtan jöjjenek be, akkor még nem tudtuk, hogy mit akarnak. Bejött a rendőr, és akkor láttuk, hogy van vele még egy és még egy, tehát összesen négy rendőr állt az ajtó mellett, csak így egymás mellett. Tehát gondolom, ők fel voltak készülve, és bejöttek az előszobába. Négy kétajtós szekrény rendőr állt ott, és mi ketten megszeppelve Dominikkal negyed akkorák sem voltunk. Szóval innen kezdett el a család egy kicsit felgyorsulni, és lett izgalmasabb az egész történet, ugyanis a rendőrök, ahogy beléptek az előszobába, meglátták a fegyvert az ablaknál, és már esküszöm nektek, hogy nyúltak volna a sajátért. De Dominik mondta, hogy hopp, az egy műanyag fegyver, műanyag lövedékekkel, szóval nem kell aggódni. Szóval már egybe figyelmeztette őket. A rendőrök oda mentek, és amennyire lehetett szétszették a műanyag pisztolyt, és mondták, hogy hát ők honnan vannak, melyik kerületi rendőr főkapitányságról, és hogy bejönnek a lakásba, kicsit benne. Hát mondtuk, hogy a konyhában nem jó az ott az előszobánál, úgyis most minek bejönni a... Mit akarnak? Azt mondták, hogy ők hát inkább bennebb jönnének, mert hogy konkrét szándékkal érkeztek felénk. Bejöttek a középső szobába, Máté, ahogy meglátta azt, hogy a rendőrök, konkrétan négyen vannak, és eleve rendőrök jöttek be, és akkorák, mint a két ajtó szekrény, ő ott maga alá csinálva szépen leült, és azt se tudta, hogy mit csináljon, a szegény gyerek be sem mutatkozott, mert leizzott egyből. Megkérdezték, hogy tudjuk-e miért jöttek, és akkor én szólaltam fel, nagy hősiesen, hogy igen, tudjuk a csendháborítás miatt, és tudjuk, nem leszünk olyan hangosak, megértettük, nem tudjuk, van ilyenkor büntetés, amit ki kell fizetni, stb. Hát mondjuk nem tudják, hogy volt egy csendháborítás, de érkezett egy feljelentés, hogy mi a lakásban, az Akadémia utcai lakásunkban drogot tenyésztünk, ezt így mondják, drogot termesztünk, füvet termesztünk, per
használunk, tehát fogyasztunk. Kivert egyből a víz, úgyis, hogy nem volt otthon semmi, meg nem használunk ilyesmiket, mert ki tudja, annyian járkáltak már a mi lakásunkba, hogy ott hagytak valamit, aztán miatta visznek be minket 24 órára, az nem feltétlen kellemes. Úgyhogy kiállt a víz, egyből folytatta a rendőr. Hát akkor most jön egy motozás, meg egy házkutatás az egész lakásban. Az az érzés, srácok, nem kívánom senkinek igazából. Meg voltam szeppenve, elárulom nektek, nem feltétlen voltam a legbátrabb ember. És akkor próbáltam menteni magam, hogy hát igen, tudjátok fiúk, biztos, hogy a nézőkből egy rossz akaró vagy akárki megtudta a címünket, és akkor szórakozik ezzel, mert volt már olyan, hogy pizzát rendeltek hozzánk, de azt mindig kifizettük és megettük, és átnézték az egész lakást, megmotoztak, stb. Azt a 120 vagy 125 négyzetméteres lakást, amíg átnézték, az konkrétan szerintem 2 kilót fogytam, és igazából rendesen meg voltunk szorongatva, és még vicceltek is a rendőrök, és utána elmentek a lakásból. Nyilván nem találtak semmit. Itt jön be Bálintka a képbe. Bálint, vegyél el egy hokedlit szépen. Szóval mi történt innen, Bálint? Ahogy elhagyták a rendőrök a lakást, én mit csináltam? Jó gyerek módjára. Fölhívtál. Fölhívtam. Eközben én nyomogtam szépen az aznapi megérdemelt kis burgeremet a drága barátaimmal. Majd Dezső Bence hív, majdnem kinyomtalak, mert az a szempont, hogy az esti vacsora, hagyjatok békén, se te, azt, ami ne hívogassatok, de jó, fölveszem. Igen, de ezzel szemben mi lett volna, hogyha én éppen a földön fekszek bilincsel a kezembe? Hogy hívjatok a menedzseremet! Védekezni fogok! No, igazából nem akartam elhívni, csak követ. Gyakorlatilag ez egy volt fel. Szia Bálint! Kapaszkodj, itt voltak a rendőrök, és drogot kerestek már. Négyen. Erre én ez a... Bence, nem vettem egész nap semmit, hagyjál már a hülyeségeidet, jó? És majd tényleg nem hittem, azt hittem, hogy prankerek, most ezért vagy szoktam prankelni már. Igen, és nem mondom, jó, persze, nem Bálint, tényleg itt voltak. És akkor azt hiszem a harmadik ilyen halálra vált hangon, hogy itt voltak, és mondtál valamit, amivel tudtam, hogy ez nem lehet kamu, hogy jegyzőkönyv, nem is tudom, amit mondtál, éreztem, hogy ez nem kamu, hát belekapaszkodtam ott valóban hirtelen mindenbe, a hamburgeremet elhajítottam. Mit csinálják most? Ott vannak a srácok, hogy ott voltak a rendőrök. Jézusom, ennyit kérdeztem, hogy is találtak valamit? Megkérdeztem. Igen, sose lehet tudni, mert te is tudod, hogy a lakásban ott azért megfordultak páran. Tehát... Na, hát igen, utána pedig elgondolkoztam azon, hogy miért is történhetett ez. És végül is arra jutottunk, vagy arra jutottam, hogy ez egy teljesen valós dolog, hogy abban a lakásban valaki azt gondolhatta, hogy drogot állítanak elő a srácok, vagy drogot termesztenek. Azt is mondom, de miért igen? Ugye nagyon sokszor a fiúk ugye éjszaka dolgoznak, meg hát amilyen ütemben ti ott éltetek, tehát tulajdonképpen nappal valaki aludt, van, aki éjszaka aludt, tehát hogy mindig valami... Nagyon fel volt kavarodva. Nagyon fel volt kavarodva, mindig világított a sarki szobába tulajdonképpen a villany, vagy azért mert forgattak, vagy azért mert onnan ment a bulizgatás, vagy a játék, vagy bármi. Tehát, hogyha valaki az utcafrontról jött, akkor úgy nézett ki, mint egy ilyen bordélyház, hogy egy sarképet, hogy állandóan világít. Az volt a fura, hogy folyamatosan járkáltak lányok, srácok. Folyamatosan járkáltak fiatal srácok, lányok föl, ilyen kis laza fiatalok, amiből ugye azt gond, és ugye éjszaka, tehát hajnal 4-kor is, délután 5-kor is, tehát nyilvánvaló, és egyébként a házban nem volt túl jó híretek, azt valljuk be. Ez biztos. Úgyhogy simán gondolhatták azt, hogy itt valami hasonló kereskedelem folyik. Ezen kívül pedig maga, ahol ők laktak, ez egy, hát hogy is mondjam, kormánynegyed, ha lehet így fogalmazni. Mellettük volt a NAV, ott volt a belügyminisztérium. Sok olyan épület volt körülöttük, ami egyébként mondjuk veszélyes is lehet, hogyha ott mondjuk valóban ilyen alakok laknak. Úgyhogy nem lepődtem meg, mégis akkor ekkor hittem el, és ültem autóba, és indultam el hozzájuk. Hát az arcuk vicces volt azért, kicsit le voltak fagyva a srácok, tehát az a remegéssel, hogy ezek tényleg itt voltak, és akkor hittem el valóban. Mikor előszedtem, és mondhatnátok, hogy ez egy kamu, a jegyzőkönyvet, ezt a felét mutathatod ott bármit. Fókuszáltatok, ott van jegyzőkönyv, és ott az akadémiás lakás, meg a nevem is ott van valahol. Szóval ott a nevem, a Dezső Norbert Bence, igen, Norbert is vagyok. Szóval igen, van jegyzőkönyvünk, amiben az áll, hogy a 2012 évi C, nem tudom, 1786-os szabály, 6 bejegyzés, azt nem tudom kiolvasni. Budapest 5. kerületi Akadémia utcai lakás alatt, 2017. 12. hó 18 nap 20:15 perckor, bekezdésebb a figyelembe, megkezdett házkutatás, motozás, lefoglalás alkalmával. Lefoglalás nem volt, mert nem tudtak, amit lefoglalni. Azt mondja, hogy kábítószerrel visszaélés
gyanújával, bűncselekmény gyanújával. De a legjobb az az, hogy Dominik nem nyitott ajtót pisztollyal a kezében. Igen, meg illetve oda kellett adni a személyi igazolványunkat, hogy igazoltassanak le, és a Dominiknak füves a személy, a pénztárcája, a kis tépőzáros, ott a cannabis jel rajta. Így kezdtünk be! Azt mondja a rendőr, ugye nem találunk füvet a lakásban. Hát Dominik, nem reméljük! Ez a mondat, ez óriási volt, tehát remélsz, hogy ezt hogy tudtam kimondani, de valóban egyébként benedek ott hirtelen fölmerült, hogy annyian jártak ott, hogy... Van, aki elejtett, hogy zacsit, az gond. Igen, hogy akkor gondba lesztek, bár alapvetően, hogy nem mozogtok ilyen társaságban és környezetben. Hát sose lehet, hogy azért jöttek de, meg egy gyerek is. Igen. Három dolgot fűznék még az egész dologhoz. A, vagy egy, azért hívtam Bájtot, mert ő a menedzsmentem, ez volt, aki tudja, volt, aki nem, és néha ugye szerepel videókban. Szóval, illetve a rendőrök, ez a kettes, a rendőrök mondták, hogy megfigyelték a lakást, és folyamatosan látták, hogy ég a villany éjjel, jöttek el a lakásunk alatt, és gondolták, hogy a palántáknak kell a pénz meg a meleg, ezt mondták. Ja, meg hát a számla is lehet, mert ilyenkor megnézik ám a villanyszámlát, és... Igen, öt darab gép, a fények, reflektorok. Fények, minden, tehát hogy sok volt a villanyszámla, ami általában ilyenkor egy ilyen keresnek kábítószerű visszaéléses ilyen helyszínt, akkor megnézik a villanyszámlát, mert köztudottan nagyon sokat fogyasztanak. És a harmadik, amitől megijedtünk, illetve egy picit örültünk is neki, hogy azért jöttek akkor négyen oda, hogy nézzék meg, egyébként mentek éppen haza, hogyha jól emlékszem, ez a 12. hónapban történt tavaly. Mentek haza, és azért jöttek fel, hogy megnézzék, hogy van-e rács az ajtónkon, mert ha nem, akkor elvileg a tekkesek eljöttek volna, és berúgták volna. Hát szerintem ez ilyen urbán legenda. Lehet, lehet, viszont eléggé örülök neki, hogy nem rúgatták be az ajtót, mert nincsen rács azon az ajtón. Lányok, srácok, ennyi lett volna az a videó, reméljük, hogy tetszett nektek, hogyha így van, nyomjatok egy lájkot, csillatkozzatok fel. Ez egy ilyen kis sztori a régmúltból, ami megmaradt bennünk, és gondoltuk, hogy elmeséljük. Találkozunk a következő videóban, én Dezső Bence vagyok. Sziasztok!